Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Szöget TV áprilisi adását látják. Következzenek az elmúlt hetek hírei röviden. Közlemény. Első osztályosok beiratása. Értesítjük a kedves szülőket, hogy tanköteles korba lépő gyermekük első osztályba történő beiratása 2011. április 28-án és 29-én, tehát csütörtökön és pénteken történik. Iskolánkban csütörtökön 8 órától 5 óráig, pénteken 8 órától délután 3 óráig fogadjuk a beiratkozókat. A közoktatásról szóló 1993 évi vonatkozó törvény 6. paragrafus 2. bekezdése alapján tanköteles az a gyermek, aki 2011. május 31-ig betölti a 6. életévét és az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri. A szülő kérelmére vagy a szülő beleegyezésével az óvoda kezdeményezésére tankötelessé válhatnak azok a gyermekek is, akik 2011. június 1-e és december 31-e között töltik be a 6. életévüket és az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérték. Ezeknek a gyermekeknek a beiratása ugyancsak a megjelölt időpontban történik. A beiratáshoz személyi, illetve lakcímigazolványát, gyermeke születési anyakönyvi kivonatát, tajkártyáját, amennyiben az óvoda még nem adta át azt intézményünknek, az óvoda vagy nevelési tanácsadó, illetve a tanulási képességet vizsgáló bizottság szakvéleményét is hozza magával. Ezek alapján az iskola igazgatója dönt arról, hogy a gyermek 2011. szeptember 1-én megkezdheti-e általános iskolai tanulmányait, vagy további egy évre óvodai nevelésről kell gondoskodni. Kérjük a kedves szülőket, hogy a kijelölt napokon keressék fel iskolánkat és írassák be tankötelessé vált gyermeküket. Üdvözlettel az iskola vezetősége! Felhívás. Ezúton szeretnénk a görögkatolikus képviselőtestület nevében a sajószegedi lakosság segítségét kérni az alábbi célból. A sajószegedi görögkatolikus templom harangja, valamint annak tartó szerkezete súlyosan meg van sérülve és felújítása elengedhetetlen, tovább nem használható. A harang kiemelése, eltávolítása, továbbá tüzetes felülvizsgálata az elmúlt hetekben megtörtént. A szakértői vélemény szerint a harang helyreállítása rendkívül költséges, több mint 2 millió forint összegért lehetséges. Ezt az összeget előteremteni egy ilyen kis egyházközségnek, mint a miénk, igen nehéz, ezért minden lehetőséget meg kell ragadnunk ennek érdekében. Örömmel és köszönettel vennénk, hogyha az együttérző sajószegedi polgárok is anyagi lehetőségeikhez mérten segítséget tudnának nyújtani ezen probléma mielőbbi megoldásához támogatásukkal. Az adományokat a görögkatolikus képviselőtestület bármelyik tagjának át lehet adni. Várjuk nagylelkű támogatásukat. Tisztelettel és köszönettel a görögkatolikus képviselőtestület Sajószöget. Az első világháborús emlékmű környezete terv szerint felújításra kerül, jelenleg a műemlék körüli területet alakították át, a bokrok helyét díszkővel kirakott talapzat vette át. Óvodásaink meglátogatták a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt, ahol találkozhattak leendő osztályfőnökükkel, tanáraikkal. A lurkók és a szüleik reggel 9 órára érkeztek. A napot bemutató órával kezdték, ahol megfigyelhették korábbi óvodástársaikat, mint az első osztály tanulóit, hogyan sajátítják el a tananyagot játékos formában. Az órát az elsősök osztályfőnöke Dobó Istvánné tartotta. Kisem szomszédom a 6, nagyobb szomszédom a 8. Nagyon jó. Tudnátok neki segíteni még? A számok sokféle nevében, Claudia. 2 meg 5. Jó. 7 meg 0. Tovább, Gina. 3 meg 4. Petike. 10-ből 3. Jaj, de ügyes. Liza. 8-ból 1. Igen. Dani. 11-ből 4. Igen. Fanny. 9-ből 2.
Jó. Hát ez már nagyon jól megy. Idácskáim, kiskecském, nyissátok ki csemetén. Anyácskátok érkezett meg, édes tejet hozott nektek. Jaj, de jó, hogy megjöttél, már nagyon éhesek vagyunk. Gidácskáim, kisket, gyermekeim, nyissátok ki, kedveseim, anyácskátok érkezett meg, édes tejet hozott nektek. Halljuk, halljuk, de ez nem az anyánk hangja, a mi anyánknak finom a hangja, ha énekel. A következő mintegy 40 percben Petrik Nikertészanita tanárnővel ismerkedtek meg a kissé megilletődött gyerekek, akik hamar belejöttek a játékos ismerkedésbe. Átadod a valamelyik csapathangodnak. Ő is megy egy kört, és átadja a következőnek, hogy mindenki próbálja ki azt a táskát. Mert a kiskolába, ti is ilyen szépen fogtok valami, és remélem mosolyogni fogtok közben, és akkor odaadod a következő embertjének, felveszi, segítettek felvenni. Rövid szünet után az apróságok megismerkedtek iskolánk egyik újdonságával, az úgynevezett interaktív táblával, amely szemléltető és figyelemfelkeltő segédeszköz a tanár kollégák repertoárjában. Intézményükben 7 ilyen korszerű eszköz áll az oktatók és a gyermekek rendelkezésére. Ez a 7 táblához hát, mozgó nevelők és számítógépek is tartoznak, tehát a kolléga felkészülését akár úgy is tudja az intézmény támogatni, hogy viszi hozzá a gépet, és otthon még túlulázik kedvére. Feltettem a csodálátó szemüvegemet, fogjátok ugyanazt látni, amit én. Sőt, van egy csoda cenzál is, nézzétek csak. Ha meg fogom érinteni vele a táblát, akkor mindig változni fog. Meg fogjátok látni, hogy milyen érdekes dolgokat tanulnak itt az alsósok és a felsősök is. Szeretnék egy kis vidámságot hozni rögtön az elején, és mutatni nektek valami érdekes dolgot, ami az énekórához kapcsolódik. Lehet, hogy most fogjátok majd tanulni. Nagyon jó, örülök neki, akkor egy kis zenét is fogok hozzáadni. Nézd csak, láthatod is a képen a gyerekek mennek az iskolába, várja őket a tanítónéni. Titeket is úgy várt most a tanítónéni az első osztályba, igaz? És itt tanítanéni a foglalkozást tartotta nektek. Hallgassátok meg, hogy milyen eszközöket is tudunk majd elővarázsolni. Itt van egy villa. Megadja nekünk a hangot. Most van egy tanítónéni, aki el fogja nekünk először énekelni. Kivonat az iskola, kapuját kitárja, Jancsi, Juli, Katika, menjünk iskolába. Itt van Jancsi, Juli, Katika, menjünk iskolába. Hallgass csak meg a zongorával is, hogyan lehet előadni. És ezt nagyon szeretik az én gyerekeim, mert először játszik egy kicsit a zongor, és utána már tudják is, hogy mikor kell kezdeni az énekel. Az iskolában már-már ismerősként közlekedő fiatalok a nap utolsó állomására érkeztek,
a zeneiskola hangszer bemutatójára, melynek célja az volt, hogy dióhéjban a vendégek és szüleik elé tárja, milyen széles lehetőségeik vannak, amennyiben a kölcseiskolát választják gyermekük első iskolájának. Most akkor néhány percben szeretnénk megmutatni azokat a hangszereket, vagy legalábbis a többségét, melyeket nálunk az iskolában lehet tanulni. És akkor hát legelőször a friss tanszakot, a szintetizátor tanszakot mutatnám be. Jukkal, Pap Bencével, Dótár Norbival és Lukács Gergővel. Aztán utána pedig a már jól ismert szakosztály, de erről majd később beszélnek. Hát akkor először hallgassátok szeretettel, Pap Bence a Száncsengő című számot fogja eljátszani. Segítséggel, ami egészen másképp fog szólni, mint ahogy ezt megszoktuk iskolában. Ugyanúgy megtaláljuk a fúvókát, viszont itt van, ami, hát mondjuk a billentyűk is,
itt valami, az a három billentyű, amit megszoktatok a másikból, ott hiányzik. Én is tudtam. Honnan tudtad? Hol láttál ilyet? Mesében láttál? Jaj! Elég vicces figurák szoktak lenni egyébként a harsonásokban, majd figyeljétek meg a rajzfilmekben is. Ez a részfúvós hangszer nagyon különleges, tudnélik a hangmagasságát, nem csak a szánkkal változtatjuk meg, hanem azzal, hogy ezt megmozdítjuk. Ezt úgy hívjuk, hogy tudok, de a lényeg az, hogy ezt kell megmozdítani. Ezt megmutatom, jó? És most jön a vicces rész. Általában, amikor rajzfilmekben kis elefántok meg elefántcsordák ugye szaladgálnak össze, hiszen akkor a harsonát azt hallani fogjátok, azt biztosan tudom mondani. Most egy olyan dalt fogunk eljátszani tanárbácsinak a segítségével. Nem, hadd örüljenek neki. Tehát olyan dalt fogunk eljátszani tanárbácsinak a segítségével, nem vagyok benne biztos, hogy ti ismeritek, de van egy ilyen mese, hogy Mézga család. Van, aki ismeri? Na előfordul, akkor egy párral ismeri meg. Ennek a zenéjét próbáljuk eljátszani, jó? Ezt a hallított hangot, amit az előbb hallottatok, tehát ezzel fog kezdeni. Kettőnk. Ugye beszélgettünk itt a fúvós hangszerekről, láttunk olyat, amelyeknek ilyen fúvókájában van, láttunk olyat, amelyikben nád van, de még azt nem tudjuk, hogy együtt vajon mire képesek, mert hogy ilyet is lehet. Azt úgy hívjuk, hogy zenekar. Most itt az egész zenekar nincs itt, de nézzük meg, hogy ha a dobos Gergely mondjuk segít nekünk, akkor mire vagyunk együtt képesek. Jó, figyeljétek meg! Egyet, kettő, egyet, és... Végén a szülőket külön tájékoztatták az intézmény adta lehetőségekről, a feltett kérdésekre Vaszilkó Tiborné igazgató válaszolt, aki egyúttal körbevezette a vendégeket az iskola frissen felújított épületén. Az Alternatív Szakágak Tárháza Egyesület tevékenységében nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre, jelezte Veresné Zsóka, az asztal elnöke.
Ennek jegyében hulladékgyűjtést tartottak 2011. április 2-án. A résztvevők délután 2 órakor indultak el településünk Nagycsics felé eső oldaláról, a kerékpárút, valamint a 35-ös számú főút melletti területet tisztították meg. Ezután a Tiszaújváros felőli oldalról indultak, szintén a kerékpárút mellett. Akciójukhoz csatlakoztak tiszaújvárosi egyesületek is, akik a város felé indultak el ugyanebben az időben Sajószöget felé. Munkájukat segítette a Sajószögedi Községüzemeltetési Kft. Szemetes zsákok biztosításával, amit ezúton is szeretnének megköszönni. A délután folyamán közel 30 zsák szemetet sikerült összeszedni. Hatalmas pekszériája van Sajószöget foci csapatának. Talán minden eddigi eredményükre cáfoltak rá, amikor egyik vereséget hozták a másik után. Az idény első mérkőzésével kezdődött a bal szerencse, Sajó Vámos látta vendégül és látta el a baját Szögednek 3-1-es győzelmet aratva, ám ekkor még volt remény Tábori Ákos becsületmentő góljának köszönhetően. Mikor Bükk Zsérc hazai pályán vert minket 3-2-re, arra gondolhatunk, hogy az idény kezdeti, jelentős játékos rotáció az oka szerény szereplésünknek. Bár Lengyel Ákos és Mangel József megajándékozott minket egy-egy góllal, Strakon Attila és Kovács András sárgalapot kaptak, nem úgy, mint Tábori Ákos, akit a bíró bizony leküldött a pályáról. Az ellenfél részéről Lovász Gábor szabálytalankodott a játékvezető szerint, aki szintén sárgalappal térhetett haza. Március 27-én Vattára látogattunk el, és szomorúan, de 2-1-es vereséggel kellett hazatérnünk. Becsületünket Rakacki Tamás próbálta menteni az 58. percben elvégzett góljával. Április 3-án Tibor Daróc elleni hazai mérkőzésünkön nem látszott igazán nagy erőfölény az ellenfél csapatán, talán épp a közel azonos küzdőszellem és nagyjából egyenlő erőviszony vezetett ahhoz, hogy a sárgalapok csak úgy záporoztak a gépuska kezű játékvezetőtől. Tőlünk Strakon Attila, Kondor Norbert és Mangel József, Tibor Daróc csapatából Cseh Gergely, Varga Gergő, Nagy Sándor és Szűcs Levente lett gazdagabb 1-1 sárgalappal. A végeredmény 2-1 Tibor Daróc javára. Ezek után biztos vagyok benne, hogy PEC sorozattól tartva és megfáradtan érkeztek a fiúk Mezőkeresztesre, ahonnan 3 sárgalapot és 4-2-es vereséget tudtunk csak hazahozni. Figyelembe véve az 5 lejátszott mérkőzést s az eddig birtokolt 19 pontot, valamint a 14. helyet a tabellán, azt hiszem itt az ideje, hogy bátorítással és sok imával besegítsenek a szurkolók, hiszen valljuk be, mi sem lennénk oda a lelkesedéstől az ő helyükben. Tudjuk, hogy mire képesek a srácok, mikor igazi formájukat mutatják, és reméljük, hogy a kezdeti sikertelenség könyörtelen gőzhengeré változtatja a fiúkat. Hajrá, Sajószöged!